Bercke még alszik, nem tudja, hogy ma lesz a nagy bejelentés. Na, sokan kérleltek minket. Megunszoltak. Igen, megunszoltak. Hogy mondjuk el, hogy hova megyünk, és miről szól ez az zarándokút. És most már kijelentjük. Eddig azért nem mondtuk el, mert nem volt egy olyan felkészültségbe. Most érte el azt a felkészültségi fokot a zarándoklat szervezés, hogy ilyen 80%-os minden. Szállásfoglalás, odautazás, visszautazás, eszközök, felszerelés, stb. Hogy most már nyugodtan elmondhatjuk, hogy hova megyünk. Úgyhogy doppergés, trr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 
tudunk részt venni. Ez az arándoklat több mint 650 km hosszú lesz, több mint 27 napig, 30 napig 30, fog. 27-30 napig fog tartani, és nem árulunk el nagy titkot, Magyarországról fogunk indulni, Miskolc mellől, és átmegyünk Erdélyen, egészen Csíksomlyóig, onnan meg az ezer éves határig, szóval Miskolc mellől indulunk, ugye, Tokaj vidék, Nyíregyháza vidéke, majd átmegyünk a zöld határon, jön a Mezőség, Szilágyság, Párcium, Székelyföld, és aztán a Gyimesi Csángók földjére is elmegyünk, ugye ott van az ezer éves határ. Reméljük, hogy velünk tartotok. Az király lenne. Az arándok út alatt sajnos nem nagyon fogunk tudni videókat feltölteni, nem tudjuk garantálni, hogy lesz mindenhol internet, ezért miután megérkeztünk, kezdjük majd feldolgozni a felvett anyagokat és kirakni nektek. És akkor majd heti blokkokba, gondolom úgy fogjuk, ugye? Elképzelhető, igen. De közben megpróbálunk azért élőbe bejelentkezni Facebookon, vagy YouTube-on, vagy valami életjelt adni magunkról. Úgyhogy lesznek YouTube live-ok, Facebook live-ok, úgyhogy kövessetek minket Facebookon és YouTube-on is természetesen. Addig is folytatjuk a felkészülést, és reméljük, hogy továbbra is velünk tartatok. Fókuszálatlan. Ki nyeri meg a fókuszt? Enyém a fókusz. No. Enyém a kókusz. Nem, enyém meg a fókusz plusz, ha a TV2. Akin a fókusz, az mind szamár. Na, ez nyilván szamár.